Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy valami szól hozzád, hiszen nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a videót megtekinted. Viszont megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Indiai asztrológiával kiegészítve 10 000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a tolvaj. Lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit. Ez lehet pénz, viszont lehet az is, hogy valaki rabolja az ő idejét vagy energiáját, hogy valaki kihasználja őt. Viszont a tolvaj néha jelent valami jót is, mert ha vannak nála félelmek, bizonytalanságok, vagy negatív gondolatok, ó, ebből úgy sem lesz semmi, akkor a tolvaj segít, hiszen eltávolítja a negatív gondolatokat, eltávolítja a negatív érzelmeket. Amit ez a tolvaj még jelenthet, hogy fél attól, hogy valaki elrabol téged, és elveszít téged. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt látható, hogy te jelensz meg az ő érzelmeiben, csodál téged, meg fogod kapni az elismerést, hiszen te vagy itt a királynő, és uralkodsz az érmék felett. Ez nem csak az anyagiakat jelenti, vagy a munkát, a hivatást, hanem a belső értékeket is, hiszen te értékes vagy számára. És a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Itt látható a tűz eleme. Ez jelenti a te bátorságodat, az övét is, vagy a lelkesedéseket, vagy a szenvedélyeket. Itt vannak nála elvárások, hogy te is ilyen szenvedélyekkel, lelkesedéssel közeledj hozzá. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt megvannak az érzelmek, hiszen a kelyhek ezt jelentik. De vannak itt korlátozások, hiszen nem meri kimutatni az érzelmeit. Inkább azt várja el, hogy te közeledj hozzá, hogy legyen meg ez a bátorság, ez a lelkesedés, és te mutasd ki az érzelmeket. Itt a kelyhek jelentik ugyanaz érzelmeket, de olyan itt a háttérben, mint egy kerítés, ahol még vannak korlátozások, talán félelmek vagy bizonytalanságok, és ezen kellene áttenni magatokat. De ez a tolvaj segíthet ebben, hogy a korlátozások elmúlnak. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot! Nagyon sok szeretettel, Dendera!